A csapat zászló bevonulásával kezdődött a Magyar Honvédség 43. Nagy Sándor József híradó és vezetés támogató ezred március 15-e tiszteletére rendezett ünnepi állománygyűlése. Szabó Miklós előadásában a régmúlt történései elevenedtek meg a közönség számára. És szembe hozván a császár parancsát, 10 000 fő, 12 ányúval, végig a völgyön a sió lapáján, rohamra készen, középen a híd. Egy fél ország rész fordul vérbe lángba, ha az a hídfő, az is keresik. Vukla János ezredes, a Magyar Honvédség 43. Nagy Sándor József híradó és vezetéstámogató ezred parancsnoka ünnepi beszédében elmondta, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emberi nagyságai előtt kell fejet hajtanunk. Azok előtt, akik a nép jövőjéért meghozták a legnagyobb áldozatot, saját életükről mondtak le. Március 15-én egy maroknyi fiatal lavinát indított el, amely megváltoztatta a magyar nép életét. A márciusi ifjak példaértékű cselekedetet hajtottak végre, amikor szembeszálltak az elnyomó hatalommal, és nem félve a megtorlástól, a legkeményebb fegyverrel, a tiszta szavak erejével indultak harcba. A parancsnok hangsúlyozta, a szabadságvágy, függetlenség, bátorság, hazaszeretet eszméje, azok mellett a határozott kiállás semmit sem változott az azóta eltelt 174 év alatt sem. Március 15-e példát ad nekünk, egy ország polgárai akkor boldogok, ha képesek megvalósítani elképzeléseiket. A 48-as fiatalok jól tudták, aki győzni akar, bátornak kell lenni, vállalnia kell küldetését. Maguk álltak ki, és maguk vitték győzelemre a forradalmat, és feltámasztották a nemzetet. Vukla János ezredes hozzátette, a szabadság és hűség adja 1848-49 erejét. Több volt egy egyszerű forradalomnál, a változás a nemzet egészében zajlott. Az ünnepi állománygyűlésen elismeréseket, kitüntetéseket adtak át, az ünnepség a csapatzászló kivonulásával zárult.